Utánpótlás országos kötött fogású csapatbajnokságot rendeztek a Krúj Iván sportcsarnokba Pesterzsébeten. Stábunk is ott volt az eseményen, és az SMTK birkózó szakosztályának elnökével beszélgettünk. A Magyar Birkózó Szövetségnek a versenynaptárában benne van ez a verseny, így ezt a Magyar Birkózó Szövetség szervezte, és mi rendeztük meg a versenyt a Krúj Iván sportcsarnokban. Kik vehetnek részt ezen a versenyen, mi volt a jelentkezés feltétele? Ebben a versenyben a 2000-ben és a 2000-ben született versenyzők vehetnek részt, és egy feltétele volt neki, hogy ugye volt egy nevezési határidő, illetve az, hogy 7 versenyzővel fel kell tudni állni egy csapatnak. Tehát 7 súlycsoportban, 9-ből, 7 súlycsoportban versenyzőt kell állítania. Vendégjátékosok is részt vehetnek ezen az eseményen? Hány csapat jelentkezett összesen? 15 csapat jelentkezett, tehát az ország területéről 15 csapat indult. Természetesen lehetnek vendégjátékosok, de itt csak magyar vendégjátékosok lehetnek, tehát más csapatból lehet 2 vendégjátékost szerepeltetni. Decemberben évzáró eseményt tartottak, egy díjátadó gálát, mi történt ott, és mi hangzott el az ön évértékelő beszédében? Decemberben minden évben hagyományainkhoz híve, most már 10 éve megtartottuk egy ilyen évértékelést, és nagyon-nagyon örültem, hiszen egy 2 órás beszédet kellett ismételten tartanom a sok eredményről. Nagyon büszke voltam arra, hogy mi nyertük meg az országos rangsorversenyt, óriási fölénnyel, közel 600 ponttal sikerült legyőznünk a második helyzet. Erre azért nagyon-nagyon példa nem volt, hogy az első helyzet a második helyzetet 600 ponttal sikerüljön legyőzze. Az ország 10. szakosztályára már 2500 ponttal vagyunk jobbak, tehát azt gondolom az SMTK jelenleg magyar birkózás egyik zászlós hajója. Ezen az értékelő beszédem, vagy értékelő vacsorán természetesen díjaztuk a kiemelkedő teljesítményeket. Nagyon büszke vagyok arra, hogy a magyar birkózásnak tavaly 8 nemzetközi érmet adtunk, vagy szereztünk, hoztak a birkózóink, és 15 felnőtt válogatottunk volt, és hát természetesen nem utolsó sorban ismételten megnyertük a csapatbajnokságot, tehát NB1-es csapatbajnokok lettünk, úgyhogy minden korosztályban, nőibe, egyénibe nyertünk most már csapatbajnokságot, úgyhogy nagyon szép eredményt értünk el. Nemrég Moszkvában vett részt ifjabb Losonczi Otto, ő milyen helyezést ért el, mi történt odakint? Moszkvában ugye egy hete volt kint, ez egy nagyon-nagyon a világ egyik legerősebb verseny, tehát sokan úgy tartják számon, hogy ez erősebb, mint egy világbajnokság, hiszen itt a volt orosz tagköztársaságból indulnak túlnyomó többségben versenyzők, és ilyen 30 fős mezőny van. Nagyon jól indított az Otto, egy orosz versenyzőt 9-6-ra sikerült megverni, a második meccsén sajnos kikapott 5-3-ra. Hozható meccs lett volna, én azt gondolom, hogy benne van még az, hogy az év elején ők alapoznak, egy kicsit lassú volt, még fel kell pörögnie, de nagyon jó verseny volt a felkészülési időszakban. Úgy tudom, hogy nemrég töltötte be 50. életévét. Milyen szakmai céljai vannak még a birkózás területén? Hát pontosan 3 napja, úgyhogy a kemény vonalas számból lett egy ilyen kis görbülő 50-es. Hát azt gondolom, hogy 50 túl is van élet, ezen megnyugtattak már többen is. Sportban, hát szeretném az eddigi eredményeinket megőrizni természetesen. Ezt az eredményt nem csak elérni volt nagyon nehéz, hanem hát megtartani is nagyon nehéz, de hiszen azért mindenki a bajnokot szeretné legyőzni, mindenki a bajnokot akarja megverni, ez kihívás nekünk is, és természetesen az edzőtek is motiválni arra, hogy hát ne legyenek kényelmesek, ne üljenek rá az eredményre, ne higgyük el azt, hogy mi vagyunk a legjobbak, hanem nap mint nap küzdjünk azért, hogy hát tényleg ezt a pozíciót megőrizzük. Természetesen a cél, hogy Tokióban legyen SMTK-s birkózó az olimpián, és aztán bízunk az Isten segítő támogatásába, hogy hát legyen dobogós vagy érmesünk is. Milyen események, versenyek várhatóak erre az évre? Hú, hát nagyon-nagyon sok verseny egy évben. A Magyar Birkózó Szövetség verseny naptárába közel 60 verseny van, tehát itt azért bődületes sok esemény van. A következő esemény, amit fogunk rendezni, az a felnőtt magyar bajnokság lesz, itt a Krúj Iván sportcsarnokban. Márciusban kerül sor erre a versenyre. Ezen kívül természetesen hát rengeteg nemzetközi
versenyre fogunk elmenni. Bízunk benne, hogy legalább 15-16 válogatottat fogunk idén is adni a Magyar Birkózott Szövetségnek. Edzőtábort fogunk szervezni Kiskunlacszázán, amit eddig is csináltunk. Ugye tavaly elmaradt a betegségem véget, idén ez megrendezésre fog kerülni, és hát készülni fogunk természetesen a felnőtt csapatbajnokságra, hogy megvegyük a csapatbajnoki címünket, és hát reméljük, hogy nemzetközi szinten is sikerül szép eredményeket elérnünk. Egy picit tisztázzuk már azt, hogy mi a különbség a szabadfogású, illetve a kötöttfogású versenyek között, melyek az alapvető műfai sajátosságok, jellemzők? Én azt gondolom, hogy a kötött fogás, meg a szabad fogás. A szabad fogásban az egész testet lehet támadni, tehát a feje búbjától a lába ujjáig a versenyzőnek, míg a kötött fogásban csak deréktől fölfele lehet támadni, nem lehet lábat használni, nem lehet lábat fogni, nem lehet gáncsolni. Tehát ez a két szakák között az alapvető különbség, de hát ezen kívül még rengeteg más egyéb különbség is van a súlycsoportokban, tehát a szabadfogásban mások a súlycsoportok, mint kötöttfogásban. Ugye szabadfogásban van női birkózás, és kötöttfogásban még nincs női birkózás, tehát azért nagyjából ezek az alapvető különbségek a két szakák között, a szabad meg a kötöttfogás között. Mi a jellemzőbb, inkább mind a kettőben részt szoktak venni a sportolók, vagy pedig egy-egy részre specializálódnak? Én nagyon-nagyon büszke vagyok, mi mind a két szakákban eredményesek vagyunk, tehát azt kell mondanom, szinte ugyanannyi magyar bajnokunk van szabadban, mint kötöttben. Mi még nem választottuk szét a szabad meg a kötött fogást, főleg gyerekkorban, mind a kettőt birkózzák a gyerekek. A szabad fogást nagyon-nagyon fontosnak tartom. A gyerekek ügyessége véget, fejlesztése véget, a koordináció fejlesztése véget a szabadfogás, én azt gondolom, hogy elengedhetetlen ennek a birkózása, és természetesen 14 éves korban elválik, hogy kinek mennyire, mire ez van jobb érzéke. A birkózás során milyen sérülési veszélyekkel, kockázatokkal kell számolni annak a szülőnek, aki mondjuk beiratja a gyermekét erre a sportágra? Hát én azt gondolom, az életben is vannak veszélyek, tehát semmivel nagyobb veszélyre nem kell számolni a szülőnek, mint az élet bármely területén. Valaki elmegy a tornórára, elesik, eltörhet a keze. Tehát a birkózás egy nagyon specifikus sportág. Ugye nincs még egy olyan sportág, ami a lábunk ujjától a fejünk búbjáig minden izomcsoportot megmozdít. Tehát természetesen egy birkózó, amikor elkezd birkózni, nem mindjárt a szaltóval és a váldobással kezd, hanem azzal kezdjük, hogy a koordinációs, az alapokat megtanulni nekik, és hát természetesen felkészíteni őket arra, hogy később tudjanak majd dobni. Én azt gondolom, hogy nagyon a birkózás egyáltalán nem veszélyesebb, mint bármely más sport. Az edzéseken kívül milyen erőléti edzéseket, vagy más jellegű sportokat szoktak még preferálni? Hát a birkózásban nagyon-nagyon fontos az erőálló képesség. Tehát a birkózó az borzalmas erős, hiszen a saját testsúlyának a másfélszeresével kell neki tudnia dolgozni, úgyhogy itt azért komoly munkát végzünk az erőálló képesség terén, és természetesen emellett nagyon-nagyon fontos a technikai felkészültség. Akkor úgy kérdezem, hogy futással, kondizással mivel egészítik ki az edzéseket? A birkózók rengeteget futnak, nagyobb korban, kisebb korban, nem kisebb korban, általában saját súlyukkal, kötélmázás, húzózkodás, tolóckodás, tehát a saját súlyukkal dolgoznak, de nagyobb korban már azért kőkeményen el kell kezdeni erősíteni, tehát bizonyos specifikus gyakorlatokat csinálni, birkózás specifikus fekvenyomástól kezdve, van egy ilyen, úgy hívják, hogy kerékpározás, tehát egy ilyen karkerékpározás, rengeteg nagyon-nagyon sok specifikus gyakorlat van, amit a birkózónak csinálnia kell. Guggolástól kezdve, guggolás súlyelemelés, szakításokat, amit a súlyemelők szoktak csinálni, hiszen amikor a lenti parter helyzet volt, ugye akkor el kell szakítani a ellenfelét a szőnyektől, tehát ezt súlyjal szokták gyakorolni a birkózók, de nagyon-nagyon sok különböző specifikus gyakorlat van még. Milyen egyéni sajátosságok, jellemzők szükségesek ahhoz, hogy valaki igazán sikeres legyen ezen a területen? Kell a alázat, a tisztelet, a szorgalom és az elszántság. Tehát ennélkül a négy nélkül el lehet felejteni, hogy bárki
ötből birkózó lesz, és természetesen, ami ennél is talán fontosabb, a Jóisten áldása, mert ennélkül aztán nem megy, meg hit. Tehát ezek, amik azt gondolom, hogy elengedhetetlenek ebben a sportban. Az utánpótlás országos kötött fogású csapatbajnokságon az SMTK birkozói végül negyedik helyezést értek el.